Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a War of Omens. Az egyik missionünk, hogy Daramek, azaz piros paklival játszunk, úgyhogy csináltam egy piros paklit. Másik, nyerjünk Journeyman nehézségű meccset. Hát lássuk! Ugye ezen paklikban olcsóbb, trükkösebb lények vannak, meglátjuk. A hős képessége, amit használunk, mindenki játszott lapér 15% eséllyel. Picit kevesebb, mint egy hatod. Húzunk egy extra random nyersanyagot, kaptunk egy koponyát. No. Nyersanyagot termel, sok HP-ja van, és ha őt támadják, akkor visszaüt. Egyfajta védekező lap, nem túl erős abba. Támadó. Egy rituálé. Amikor megveszük, akkor nem sok haszna van, de amikor kihúzzuk, akkor ha elég hamar kijön, akkor minden további lapért kapunk egy random nyersanyagot. Elég hasznos később. Próbáljunk nyersanyagot bevenni ebből. Ha nem azonnal öli meg valami, akkor gyűjtögethetünk. Jó, van 4 bogyókánk. Rite of Combat, ugyanolyan, mint ez a Rite of Blood. Minden lapért, amit kijátszunk, aktivál a kijátszása után a körben. Támadunk. A kevés támadó lapunk egyike. Nem is tudom. Igazából nem akarok. Nem akarom a leprást. Meglátjuk. Na, elrontottuk. Ugye, kicsit ezzel szövetségest húzunk ide, egyre nincs a pakliba berakva a szövetséges. Ezt megvesszük. Ja, azt tudtam el, hogy menet közben meg lehetett volna szerezni, és akkor kevésbé gáz lett volna. Na. He. Hát a leprás elmegy, az nem érdekes. Oké, ezt le kell szednünk. Hát lehetett volna ezt használni. És akkor egy koponyát vagy valamit megtartadok. Na és itt a buli. Ugye elsőnek kijátsszuk, és akkor minden kártyáért 2 nyersanyagot kapok, egy aranyat meg egy randomot. Ez a buli benne. És ezért kapunk, van 6 támadó lapunk. Sőt, igazából ezt tudjuk feedelni is, úgyhogy azért az nem egy rossz buli, de még messze vagyunk, összesen 6-9 támadásunk van. Na, ez, ha jól emlékszem, mindegyike ad neki egy-egy aranya, egy manát, úgyhogy ezt jó lenne eltüntetni. És elszúrtuk. Mert lehetett volna, hogy már ezért is húzunk egyet, és még egy ilyen gót. Egy kajáért megkiütjük az utolsót, és jók vagyunk.
No hát, gyűlik a pakli. Egyre nagyobb esélye van valami értelmes is, ami kijön. Na most kellemetlen. Van két védelme, meg összesen még. Na, aranygyűjtő az jól jön. Oké, és hát szeretném nem elveszteni a lapjaimat, úgyhogy azért kiütjük. Na hát egyelőre ennyi. Ezzel szövetségest húzunk, de azt hiszem nincsen szövetséges. Na, remek. Right of combat. Minden lapért támadunk egyet, a védőjelmét megszüntetjük. Egy újabb gyűjtögető. Ezt egyelőre még nem kell kijátszanunk. Kezdünk jól állni. Egy nyersanyaggyűjtőkör. 10 támadó. 15, ha ezt is beszámolom. Na és ott egy harci kör. Remek. És a maradékot direkt támadásból megoldjuk. No, hát ennyi ez a daramak, ilyesmi. Lassabban áll föl, de nehezebb kiirtani. És gyorsabban mászik vissza. Tükörharc, gyakorlatilag ugyanazt játsszuk. Remek. Hát ez egy haszontalan képesség, leginkább azt mondanám. Az aranyat tartsuk meg. Oké. Ugye egy picit többet tudtuk aktiválni, mert gyorsan megvettük, amint opció volt. Remek. Ezt talán elszúrtuk, de nem annyira vészesen, mint esetleg. Na, hát kölcsönösen öltük egymást. Azért begyógyítjuk. Oké. 13, 16, ha azt is számolom. Na hát most viszont a fél bandát elvesztettük. És ugye itt a fő probléma, hogy hát nem túl erős az egy-egy lap, amit húzogatunk. Azért erős relatív. 14, 17, 22, egyel kevesebb, mint kéne. Oké. 21. Pont annyink van.
Remek. Hát lássuk. Fene tudja. Akár lehetett volna is jó. Gyógyítja. Oké, nem nyersanyagot szedünk, de ez véd. Picit, mert visszaüt. Oké, ez olcsóbb. Ugye, ha van olcsit upgrade-elt lapod, fejlesztett lapod, akkor a drágát vissza lehet rakni, és azzal lehet egyfajta tömeget képezni, hogy ebből a lapból többet szeretnék. Gyakrabban jöjjön. Na, annak nem örülök, hogy nála is van egy leprás. Ugye, gyakorlatilag ellopta. Na, azért célzottan kiirtottuk. Oké. Hát kölcsönösen kivégeztük a paklit. Patkányfogó, és ő kihúz egy leprást. Remek, már el is lopta. Az én kezembe jön vissza, helyes. Oké, van egy Right of Combat. És azt ezt a két vackot le tudjuk írtani. Három aranyjal előrébb vagyok, nem. Na, őt nem szabad meghagyni. Hát akkor öljük meg az utolsót is. Annyira jó. És egyenlő ennyi. Remek. Patkányfogó, és ő kihúz egy lapot nekünk még. Csomó. Wow. Oké, úgy döntöttem, hogy nem akarom. Nem akarok kint lévő erőforrást. Tehát ellopta a nyersanyagaimat. És a cuccaimat.
Az pont jól hangzott. Pont ezt akartam. Oké. Kicsit vesztettünk. Adagleprást kihozunk védelemnek, mondjuk úgy. Van bőven. Oké. Azért gyűlnek a lapok, mint látható. Hát üssük le azt a vackot. Na hát ez egy szorosabb meccs lesz, mint szeretném. De most végre elkezdünk haladni. Még ezt is megvesszük. És akkor sok sikert kijutnunk minket. Brutális támadás beadott, nem tudom pontosan melyik volt. De még így is csak az erőink mint egy felét vesztettük el. Oké. És akkor egy Rite of Combat. Csak hogy érezze a szeretetet. Hát gyűlik lassan-lassan, gyűlik az erőforrás, de ez egy hosszú menet lesz, úgy érzem. Főleg így, hogy egy-egy ilyen körnél kiírtja a fél bandámat. Oké, tudok még egyet lehozni? Nem. Nem. Azért a HP-ja viszont lassan-lassan fogy. És az azért hasznos. Még ha nem is feltétlen elég. Mert gyógyulni a kék az nagyon nehezen tud. Az az egyik korlátozó eleme. Hogy gyógyulni nem nagyon tud, és végre kijött a támadó lapunk. Az egyetlen érdemi direkt támadó lapunk. Oké. Oké, most ezt nem tudom mi volt. Azt leszámít, hogy egyszer csak meghaltunk. Úgyhogy ezt leszedem, mielőtt ebből gond lenne. Azzal együtt, hogy... Remélek, ellopott egy pár lapot. Hát azt nem... Nem szeretném, hogy ellopjon lapokat. Oké.
támadjunk, ahogy tudunk. Nem sok, de ahogy tudunk. Hát szoros. Szorosabb, mint szeretném. Ez a... mi lenne, ha mindenki hazamenne? Nyilván nem akarunk játszani. Jó, hát ezt legalább... ha nem is jól, de megoldjuk. Oké, hát... nem nagyon haladtunk. Főleg ezzel a visszaütéssel. Oké. Leprás azért tette a dolgát. Erre legalább jó volt. Remek, úgyhogy ellopott egy leprát. Na mondjuk legalább most egy adag. Kijött. No. És azt hiszem végre elfogyott. Rosszat nyomtam, na mindegy. Mindegy. Nem, nem mindegy. A mellényomásnak köszönhetően vissza az elejére. És van egy koponyám, jó. Hát ezt majdnem bebuktuk. No, hát azért az öt célt szeretném elérni, az öt nyertes meccset. Ha már ezt összeszedtük, az azért jó hír. Egyrészt nem olyan jó, mint a másik. Nem olyan jó. És hát messze nem olyan stabil. Mondjuk úgy. Minden körben gyógyul. Ugye ez azért érdekes, ez a több HP meg gyógyul, mert vannak olyan lapok, mint például ez, amit életerővel lehet üzemeltetni. Ami nyilván az esetükben nagyon-nagyon kellemetlen. Az erőforrás az jó. Remek. Na hát azért elkezdjük végre szívni. Vagy nem, mert van millió HP ennek az izének. Mit csinál? Ó! Oh. Mi van, ha nem? Tehát fölfog egy csomó sebzést, és utána visszatámad, amikor meghal. Ahány sebzés fölfogott. Nagyon-nagyon vicces. Na nem, nem vicces formába. Ó, ho-ho-ho-ho.
Az nem szabad, hogy az játékba maradjon. Annak nem szabad játékba maradnia. Rengeteg manát tud termelni az a argoret virág. Ugye 4x4-nél 4 manát ad körönként, de csak körönként, és egy HP-ja van. Tehát könnyű kijutni, ha tudjuk, hogy jön, és hogy kell vele valamit majd kezdeni. Mondjuk még egy támadó lap az hasznos. Oké, bajban vagyunk. Tehát letakarított mindent. Ezzel termel végtelen manát, és van egy hatos pajzsa. Nem állunk jól. Nem állunk jól. És a manából meggyógyítja magát, amint látjuk. Nagyon nem állunk jól. Hát ez könnyen lehet, hogy bukni fogjuk. Kezd fölállni. A lila az nagyon lassú, de ha egyszer fölállt, akkor nem nagyon lehet kiverni. Ja nem, hát... Jó... És újra gyűlnek itt a blokkok a részéről. Most 3 meg 4, tehát 7 blokkja van. És elszámoltam. Elszámoltam. Az főleg, hogy az meg blokkol. Azt főleg elszámoltam. No hát, nem állunk jól, most lehoz megint egy csomó blokkot, akkor körülbelül fel is adhatjuk ezt a meccset. Ezt buktuk kérdés nélkül. Két kurtizánnal kezd. Ez nekünk nem túl jó. Főleg így, hogy egy mercenárit egyből lehozott, és az azonnal visszaüt. Jó, hát akkor azt hiszem ezt a meccset is buktuk körülbelül. Nem kapjuk meg azt az időt, ami a fölálláshoz kéne. Mert ez, hogy két kurtizánnal kezd, az nagyon erős. Pont az ilyen lassabb paklik ellen, mint a miénk is. Mint a minden más, amelyik nem a zöld. Egyszerűen az nekik nem fér be az, hogy lassul. Jó, kétszer aktiválja, hát ezt nem is kell kérdezni, halottak vagyunk. Ezt megint bebuktuk. Na hát, mint látható, ezek nem olyan erősek, mint a többi. Talán befér egy kis gazdaság. Vagy nem, mert az első lapja az a össz. 5-5 fölfog és 5-5 visszaüt. Pöpö.
Hát van egy csomó védelme. Oké. Csak ezt leszedjük. Ó! Jó, hát ez gyakorlatilag a piros ellen halálos lap. Ez a képesség. Tehát arról szólunk, hogy rendszeresen pörgünk. És egyből jön még egy ilyen, nem, hát ez gyakorlatilag már megölt, már tehetetlen vagyok. Arra, hogy mit kezdjek veled. Tehát blokkol és visszaüt. Most két ilyen halálos blokk csomag. Oké. Most három. Jó, hát hány végtelen pajzsa van? 13. Igazából az egyetlen, amit tudok tenni, hogy összekészülünk elég támadó lappal. Hogy amikor majd egyszer el tudjuk fogyasztani valahogy a védelmeit, akkor le tudjuk egyből ölni. Más opcióm nincs. Most mennyinél állok? 23. Meg van még 6 védelme. 8 védelme. 23 meg 4, 27. Még nem elég. És most 5 védelmet behozott. No. 26 meg 7. Ha van egy... De nincs, nincs orfenem. Hihetetlen, olyan nincs, amivel a direktből tudok támadni. Jó. És gyakorlatilag 30 fölötti HP-ja van. Oké. Nem érdekel. Leprások kitakarítottak mindent, helyes. Na most kell megölnünk azonnal. Hú. Szorosabb volt, mint szerettem volna. Na ez jó meccs volt. Tetszett. Azért az 5. győzelemre szeretnék elmenni. Oké. Ez van. Gyűjtögetünk. Igen, azt gondoltam, hogy nem tetszik neki.
nekem se tetszene, akkor meg főleg nem, ha kijön újra. Jó. Ellopta a vérrituálémat, nem örülök neki. Annak nem örülünk. Akkor nem ezt kellett volna hozni. Okay. Azt azért pusztuljon. Támad meg. Manát ad neki. Mi van, ha nem? Oké, hát lassan gyűjtögetjük a dolgainkat. Nem sok, nem sokat. Messze nem eleget. Bár nem olyan vészes, ahogy látom. Mert nem gyógyul olyan tempóba. Két pár extra támadás, és innen meg már bevégezhető. Remek. No, hát, ilyesmi ez a piros daramak. Nyissunk paklikat. Egyik se egy nagy program egyébként, de talán ez. Talán ez. Hát ebben van a legtöbb. 31 ilyen paklira van zseton. Úgyhogy ez egy szép nagy gyűjtögetőkör lesz. Ez nagyon jó egyébként a lila pakliba. No. Nem is tudom. Upgrade-eljük, ha van. De igazából ez a feláldozós koncepció, ez nem egy nagy játék, nem egy olyasmi, amire azt mondom, hogy jó ötlet, pont ezt akarom. Ez nem rossz ez a szaporodás, főleg olcsóbban. Upgrade-eljük. Az nagyon is jól fog jönni az olcsóbb lap. Gilded Warrior az nagyon jó nekik. Ó, kaptunk egy kártyát, vagy upgrade-et, nem kell, kaptuk ezt a kártyát. Mit tud? Amikor kézben van, akkor szaporodik egyet ez a csillagbogyója. Kettőnél lehet kijátszani. És egy kártyát kidobatunk vele. Nem rossz. Egyfajta counter. Szoszó.
harcost kellett volna a Gilded Warrior-t. Hát ebből a Kurtizán, az egy nagyon jó lap 4-ér. Milícia se rossz. Hát ez szoszó, talán az Intrika. Az első upgrade az hasznos. Misdirect 3-ért nagyon jó. Védőrúnák olcsóbban szintén jó. Most, hát a harcos az egyértelmű, ha látom, ha észreveszem. Hát azért az upgrade az mindig jó. Hát szó-szó, nem rossz egyébként az a Scroll of Petal se. Gyakorlatilag egyfajta mana forrás. Na és egy új lap. Tartjuk, kettőt ad. Egyel kezd alapból. A lejátszáskor minden bogyóért veszít az ellenfél egy lapot, vagy egy erőforrást. Igazából nem jó. Ahhoz túl lassú, amit csinál. Na és akkor upgrade-eljük a csontvázakat lilának. És legközelebb már lilával játszunk, ha csak nem lesz valami nagyon jó indok, hogy ne. Mondjuk egy quest. No és hát 4 helyett 3-ért kicsit sokkal jobb ez. Jön a pirosnak talán a legnagyobb segítség az upgrade. Mert jó az összesnek, de a pirosnál nagyon durván segít. Több nem kell. Na hát már ennyi, folytatjuk legközelebb innen.